Három hónap után újra megtelt élettel a Tolnai Idősek Klubja. A tagok és a dolgozók is nagyon várták már, hogy eljöjjön ez az idő. Első nap az új szabályokat ismertették a tagokkal, és mindenki beszámolót tartott az elmúlt három hónapjáról. Az intézmény az előírásoknak megfelelően minden óvintézkedést betart. Ez egy nagyon nehéz időszak volt mindannyiunknak, és nagyon vártuk ezt a napot, hogy újra megnyissunk az idősek is, és a dolgozók is. Hát egyelőre a tegnapi napunk azzal telt, hogy megbeszéltük így az új szabályokat, amit az időseknek is és nekünk is be kell tartani. Több helyen van az intézménybe kihelyezve készfertőtlenítő, raktunk ki plakátokat, amik ugye azt mutatják az időseknek, hogy hogyan működik a helyes kézmosás, hogyan kell fertőtleníteni, megbeszéltük, hogy hogyan kell köhögni, tüsszenteni. Tehát a tegnapi napunk igazából így erről szólt, hogy ezt így mindenkibe tudatosítsuk, hogy most kicsit másként fog működni a klub, mint ahogy eddig. A jogszabályoknak megfelelően működünk. Ez azt jelenti, hogy július 31-éig csak a tagjainknak a fele lehet egyidejűleg az intézményben, a többieket pedig a saját otthonukba látjuk el igény szerint, ahogy az elmúlt három hónapban is történt. Felmértük, hogy kik azok, akik szeretnének jönni. A Tolnai klubunk 25 fős, a Mözsi pedig 10. Nem jár be minden nap mind a 25 ember, tehát vannak, akik csak a rendezvényeinkre jönnek be, vagy bejönnek egy kicsit beszélgetni és hazamennek. Nyilván most azok a tagok vannak bent, akiknek a legnagyobb szükségük van esetleg a napi felügyeletre, mert a család nem tudja őket felügyelni, vagy akik ugye egyébként is mindennapjukat itt töltötték. Az általában is ilyen 14-5 fő volt, tehát többen nem szoktak naponta egész nap itt benn lenni. Tehát azért most így pont jól jött ki a létszám, hogy nem kell senkinek azt mondanunk, hogy ne jöjjön most. Az elmaradt rendezvényeiket sajnos nem tudják már megtartani, de ahogy véget ér a különleges intézkedések időszaka, szerveznek egy nagy közös főzést, hogy megünnepeljék az újrakezdést. Még távol áll tőlük a korlátozások nélküli üzemelés, de szívesen fogadják az új tagok jelentkezését is. Itt helyileg lehet nálunk jelentkezni, vannak felvételi papírok, amiket kitöltünk, annyi, hogy nyugdíjas legyen az illető, lehet rokkant nyugdíjas is, aki szeretne ide járni. Az átlagos napunk az úgy működik, hogy 8:30-9 fele érkeznek meg az idősek, vannak, akik önállóan jönnek be egyedül, vannak, akiket pedig a klubnak az autójával szállítunk be. Napközben különböző programokat szoktunk szervezni, nyilván nem minden nap, de megvannak így a heti programok, minden héten szerdán van nekik örömtánc, de szoktunk tornázni, van agytorna, beszélgetünk, amikor jó idő van, és megjön az igazi nyár, akkor el szoktunk velük menni sétálni a Dunapartra, sokat járunk fagyizni, nagyon szeretnek kint az udvarba lenni, a kertbe. Tehát igazából így, amik ilyen betervezett programok, azok mindig az ünnepekhez vannak kötve, de így a mindennapokban pedig ez így adja magát éppen, hogy szoktunk együtt főzni, palacsintát sütni, vagy süteményt sütni. Volt, hogy részt vettünk jótékonysági, ilyen adománygyűjtőn, ahova sütnünk kellett. Tehát ez így mindig alakul minden héten, hogy mik az aktuális programjaink. Egyszeri étkezés van, meg hétfőtől péntekig ugye itt tartózkodhatnak 8:30-4. Igazából a programjaink vannak, amit mondtam, hogyha valaki igényli, akkor segítünk neki a fürdésbe, mert olyan fürdőnk van, ami úgy van kialakítva, hogy ugye sokkal könnyebb, van, aki igényli, hogy segítsünk, van, aki csak annyit, hogy mégis itt vagyunk, ha valami történik vele. Hogyha igény van rá, akkor ki tudjuk mosni a ruháikat, tehát van, akire így mosunk. A gyógyszerbeszerzések, bevásárlások, ezek, amik még ide tartoznak, valamint van egy házi orvosunk, vagy egy kluborvosunk, aki hetente kétszer jön rendelni, bármilyen problémával tudnak hozzá fordulni. Igazából itt a klubon belül ezek az ellátásaink vannak.
A koronavírus helyzet sokban megváltoztatta az itt dolgozók életét, de ebben az időszakban sem maradtak munkanélkül, hiszen az idősek gondozása nem szünetelt, csak átalakult. Nem engedték el a kezüket, de a nyugdíjasok így is szemmel láthatóan rosszul viselték a karantént. A rendelet szerint július 31-ig kell tartsuk azt, hogy csak a létszámnak a fele tartózkodhat benn. Én nagyon bízom benne, hogy amit mondanak őszre, második hullámot, az ki fog minket kerülni, mert még azt gondolom, hogy ezt úgy, ahogy túlvészeltük, de a második hullám már sokkal nehezebb lenne. Úgyhogy most akkor 2-3 hónapra újra visszatérünk a régi kerékvágásba, és megszokják, hogy itt lehetnek, de a téli időszak egyébként is borzasztó nehéz az időseknek, mert akkor ugye nincsen már a kerti munka, nem lehet kimenni sétálni, tehát sokkal inkább be vannak zárva, és ha ide sem jöhetnek, az nagyon nehéz lesz. Tegnap azért sokat beszélgettünk erről, hogy kit mennyire viselt meg, vagy hogy teltek a napjaik, és igen, de mondom, tehát akikkel napi szinten találkoztunk, ott lehetett látni, hogy napról napra rosszabbul vannak lelkileg, vagy szűkülnek be, úgyhogy így aggódtunk, hogy ez hogy fog majd így alakulni, mire kinyitunk. És nagyon féltünk is, hogy milyen létszámmal fogunk tudni majd elindulni, mert napról napra láttuk azt, hogy jobban megviseli őket ez az időszak. Nyilván volt, akikkel személyesen is tartottuk a kapcsolatot, akiknek ebédet szállítottunk, vagy rendeztük a gyógyszerbeszerzést, postai ügyintézést, bevásárlásokat, velük azért találkoztunk. Persze csak néhány szóra ablakon keresztül, vagy éppen a kapuba. Volt, akikkel telefonon tartottuk a kapcsolatot, de nagyon nehéz volt nekik, főként azoknak, akiknek ugye a hozzátartozójuk is távol van. De hát túlvészeltük, és tegnap nagyon nagy boldogsággal jöttek be.